Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Nagyon nagy nehézség, megvallom őszintén, hogy amikor az ember kapja a bibliai igéket, akkor úgy érezze, hogy hát az neki, nekünk szól. Azért legyünk őszinték, a Bibliának nem minden története, nem minden igéje olyan automatikusan szól nekünk. Hát csak gondoljunk arra, hogy a zsidó nép történetében a háborúságok, hogy a királyok hogy váltották egymást, hát az úgy nem hoz lázba. Meg a nemzetségtáblázatok, olvassuk és azt mondjuk, hogy ezt nekem meg miért kell tudni. Bizony vannak olyan történetek, amelyeket az ember nagyon meg kell, hogy imádkozza, hogy úgy érezze, hogy időszerű. Mert hát miért van itt? Miért áll ide föl, hogyha egyébként a Bibliát egy történelemkönyvnek tartja, és elmeséli, hogy hogyan éltek valamikor valakik. Időszerűnek, aktuálisnak kell lenni mindig a Bibliának. Mert nem történelemkönyv, főleg nem mesekönyv a Biblia, hanem az élő Isten aktuális, a mának, a nekünk, a most élőknek szóló üzenete, életnek beszéde, örök életnek beszéde. Hát kedves barátaim, kedves testvérek, azért mondtam el, mert Keresztelő János halálának a története, az úgy első olvasatra nem az a történet, amire azt mondja az ember, hogy aha, hát persze, értem én. Úgyhogy el kell imádkozni az Isten lelkét, hogy megvilágosítsa előttünk az ő mai aktuális üzenetét. Én kaptam két üzenetet. Átadom, kérem, hogy forgassam mindenki odahaza majd a lelkében tovább. Nekem az első is, talán a történetből jobban érthető üzenet, ami aktuális, hogy mi az Isten emberének a küldetése ma, 2024-ben. Mert én hiszem, hogy mindannyian Isten emberei vagyunk, akik itt vagyunk. Mindannyian. Isten családjába tartozunk, Isten gyermekei és egyúttal munkatársai, szolgálói vagyunk. És nekünk ebben a világban kell szolgálni, nem magunknak, hanem kifelé. Jézus, amikor azt imádkozza, hogy nem azt kérem tőled, Atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem tartsd meg őket a világból, erre utal. Hogy 2024-ben is vannak emberek, szolgák, akik az Isten emberei, Isten küldöttei ebben a világban. És akkor mi a dolgunk? Hát az, ami Keresztelő János küldetése. Mert Keresztelő János kiáltó szó volt. Ezt nem én mondom, ő. Amikor megkérdezik, te vagy a Messiás, nem? Én kiáltó szó vagyok a pusztában. A puszta a Biblia szerint az élettelen, a kiszáradt, a magányos világ. Mindenkiben van puszta. Mindenkinek van pusztasága. A világ tele van pusztával. Lehet, hogy ezt a pusztaságot úgy hívják egyébként, hogy család. De élettelen, kilátástalan, kiszikkadt. Ülünk egymással szemben az ebédlőasztalnál, és nézzük a Facebookot. A gyermekeink nem kíváncsiak a szülők véleményére. Miért lennének? Hát öregek vagyunk, bustusok. Mihez értünk mi? A modern világ minden dolgát ők 6 évesen jobban kezelik, mint én. Mit tudok én neki mondani? El vagyok maradva néhány körrel. Nagyszülő próbál valamit mondani. Hát tudod, kisunokám, ez így volt nálunk. Ó, ki emlékszik már arra? Az már elmúlt. Kietlen, élettelen puszták vannak a munkahelyen, a családban.
és némaság. Élettelen a világ. Isten viszont azt akarja, hogy mindenhol legyen élet. Mindenhol az élet legyen jelen. Ezért, ahogyan elküldte a pusztába, kiáltó szóként Keresztelő Jánost úgy küldi ma a mai szolgáit. Nem profétaként, családfőként, munkatársként, barátként, szülőként, testvérként. Beküldi az élet pusztáiba, hogy ne legyen néma, és ne legyen élettelen. Ezért küld ma engem, ezért küld téged ma. Azért, hogy a pusztában szólj. Ahogyan Keresztelő János miről szólt a pusztában? Nem arról, hogy látjátok, milyen meleg van. Látjátok, hogy fölment a búza ára? Azt más is megtehetné. Meg is tesszük. Azért küldi el, hogy az üdvösségről beszéljen, a tisztességről, a szentségről, a megtérésről, arról, hogy van örök, igaz és életteli világ is.